szövőműhelyben vagyunk, ahol nem csak kereteken lehet szőni, mint ahogy az szokás volt az elmúlt 20-30 évben. A népi kézművesség az nemzeti kulturális identitásunk része, nemzeti önkifejezésünk eszköze, de hát lássuk be, az elmúlt időszakban inkább már esztétikai értékként tartjuk nyilván, és a használati tárgyak azok bizony eltűnnek a környezetünkből, azok a használati tárgyak, melyeket amúgy a kézművesek állítottak elő. Az élelmiszer előállítás és a kézműves termékek előállítás az egytőről fakad és a vidékhez kötődik, viszont mi úgy gondoljuk, hogy nem csak múltjában kell kapcsolódnia a népi kézművességnek a vidékhez, hanem a jövőjét tekintve is. Ezért a Nemzeti Vidékstratégiában megfogalmaztuk, hogy számos tematikus alprogram mellett, mint például a Nemzeti Lovasprogram vagy a Népfőiskolai Program, készüljön el a népi kézművességet segítő stratégia is. Hát most ez a munka elkészült, és hát átfogóan mutatja be a mai kézművesség helyzetét, nemzetközi kitekintésre is példákat sorol fel, és mindamellett hát megfogalmazza a jövőképet és a feladatainkat. Nos, én úgy gondolom, hogy alkalmas ez az elkészült munka arra, hogy az Európai Uniós támogatások megfogalmazásakor ezeket az elvárásokat beépítsük, az Európai Uniós prioritási rendhez illesszük, és ezáltal a népi kézművesség révén is segíthetjük a vidéki munkahelyteremtést, akár főfoglalkozás vagy kiegészítő tevékenység tekintetében, így a vidék megtartó képességét erősítjük, a falusi turizmushoz kapcsoljuk, a már hát eléggé fejlődő közvetlen élelmiszer, a kézműves élelmiszerek értékesítési láncához is hozzákapcsoljuk, és a népi kézművességnek lehet szerepe magában a közösségek megtartásában, megerősítésében, sőt, hát számos olyan foglalkozás is létezik, amelyet a cigányság űzött hajdan és föleleveníthető, így a kirekesztés elleni küzdelemben, a szegénység elleni küzdelemben is szerepel. Lehet. Nagyon sok más mesterség, illetve oké és képzésünk is van, amelyeknek sajnos jelen pillanatban nincs külön műhelyünk, de ezek is itt zajlanak, például a csipkekészítő vagy a nemezkészítő is. Illetve még azt megemlíteném, hogy az összes gyerekprogramunk, illetve minden egyéb más kézműves programunk is itt zajlik ebben a három helységben. A Vidékfejlesztési Minisztérium a Hagyományok Házát bízta meg ennek a feladatnak az elvégezésével, akik számos több tucat partnert vontak be ebbe a tevékenységbe, ezért voltak képesek arra, hogy a népi kézművesség egész szegmensét a népi ékszerkészítőtől a hangszerkészítőig lefedjék. Látványműhelyeket szeretnénk a főutcai oldalon létrehozni. Tehát, hogy ott vannak ilyen nagy, tehát nagy vitrines ablakaink, hogy lehessen látni kintről is, hogy ez a ház mivel foglalkozik. Számos ponton együttműködünk az Emberi Erőforrás Minisztériumával, hiszen az ország legnagyobb közművelődési hálózatát, intézményrendszerét azt a vidékfejlesztési pályázatokból hozzuk létre. Több mint 600 helyen épülnek az országban az integrált közösségi szolgáltatóterek, amelynél kézenfekvő az együttműködés, de a népi kézműves nél is az, hiszen egyfelől esztétikai érték, művészeti termék a kézművesség, másfelől, mint említettem, kötődik magához a mezőgazdasági tevékenységhez, hiszen a szürkemarhából egyfelől kiváló szalámit készítenek, másfelől a csontjából pedig műves sortartót.